Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A menekülés egy olyan szavunk, egy olyan kifejezésünk, amely kifejezi azt, hogy valamivel kapcsolatban félelmet érzünk. És ennek a félelemnek az a úgymond magyar népmesei kifejezése is, hogy hanyat homlok menekülünk. Az életben az a tapasztalatom, hogy a menekülés az nem kifizetődő. Gondoljunk csak a őseink ránk hagyományozott népmeséire. A szegény legény egyszer csak odaáll az édesanyja elé, és azt mondja, hogy édesanyám, süssön nekem hamuban sült pogácsát, és édesapám vezessen el az általúthoz, mert elmegyek szerencsét próbálni. Azt hiszem, hogy ez a kifejezés, hogy szerencsét próbálni, ez megmutatja azt a különbséget, hogy hogyan állunk hozzá valamihez. Ha el akarunk menekülni, akkor nem adunk lehetőséget a szerencsének. Akkor nem próbáljuk ki magunkat. Akkor nem adunk egy olyan lehetőséget a sorsnak, hogy úgymond vizsgáztasson, hanem meg akarjuk magunkat kímélni egy helyzettől, teljesen mindegy, hogy milyen helyzettől. Az a lényeg, hogy nem akarunk fáradtságos helyzetet, nem akarunk félelmetes helyzetet, nem akarunk olyasmit, ami számunkra kedvezőtlen. És ezért inkább kimenekülünk a helyzetből. Abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy szerencsét próbálni, akkor az azt jelenti, hogy bátran nézek a sorsom elé. Bízom és hiszek a szerencsében, és hiszek abban, hogy jó lehetőségeim vannak arra, hogy az élet nehézségeit leküzdjem, megoldjam, hogy az élet nehézségeiből kikecmeregjek, vagy éppenségben van egy akár halált megvető bátorság bennem, mert olyan magabiztossággal állok a dolgokhoz, hogy úgy érzem, hogy ez csak sikerülhet. Úgy érzem, hogy minden olyan helyzet, amely ellenemre van, én ezt le fogom győzni. Ez az óriási különbség. A magyar népmesék általában életpróbákról beszélnek. A királylány például a szegény legénynek 3 próbát ad. Ezek az életpróbák. Ha megvizsgáljuk a népmesékben, amikor több testvér van, akkor általában a legkisebb az, aki, ahogy ezt ma szokták mondani, a legkeményebb, a legjobban állja a próbákat, a legjobban kiáll a helyzetben, és ebben a kiállásban ott van egy nagyon magas fokú erkölcsiség, ott van egy nagyon magas fokú emberszeretet, odaadás. Általában a 2 nagyobb testvére az nem akar a nehézségekkel kapcsolatban kihívásokat, nem akar osztozni például az öreg anyóval, vagy a kisegérrel, aki elmegy és azt mondja, hogy már nagyon éhes vagyok, adj valamit ennem. Hogy is ne, hát akkor mi marad nekem? Tehát ez is egy szemlélet, de az igazság az, hogy az a tapasztalatom, hogy, és itt megint a magyar közmondásra hivatkozom, ki mint vet, úgy arat. Vagy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ha teszünk energiát az életbe, ha beletesszük a szeretetünket, beletesszük a hitünket, akkor az élet pozitívan köszön vissza. Tehát a fáradtság, vagy a próbák kiállása, az megéri.
utána megkapja az ember a megérdemelt jutalmát. Itt megint megállnék egy kicsit. Azt üzenem, hogy mindenki tegye a tettért, vagy ha megengedik most tegező viszonyba, tedd a tettért, magáért a tettért, ne a jutalomért. Ugyanis az a helyzet, hogy egy idő után olyan az ember, hogy már csak a jutalom lebeg a szeme előtt. Ha nem tetszik valami, akkor választ ki azt, ami tetszik. Választ ki azt, ami örömet okoz, amitől lobog a hited, amitől azt érzed, hogy de jó élni. És hogyha ezt választod, akkor legyen bármilyen fáradtság, harc, küzdelem. Ahogy Vörös Marti is mondja, ez jó mulatság, férfi munka volt, de én nem sajátítanám ki a férfiaknak, hanem engedjük meg ezt, hogy a nők is érezhessék azt, hogy jó mulatság női munka volt. Ha képesek vagyunk magunkat motiválni, hittel eltölteni, energiát belerakni, akkor megtörténik az a csoda, amit úgy is mondhatunk, hogy egyé válunk a tevékenységünkkel. De ez csak akkor működik, ha benne vagyok. Ha nem ide figyelek, oda figyelek, kapkodok, telefonálok, facebookozok, hanem odafigyelek arra a tevékenységre, amit éppen művelek. És akkor abban a pillanatban átélhetem az egységélményt, hogy teremtek, létrehozok valamit. Valamit, ami általam kerül a helyére. Általam kerül a pont az íre. Éppen ezért egy nagyon jó kérdésre tanít a neurolingvisztikai programozás. Azt kérdezi, hogy mitől el? Mi az, amitől elfele akarok menni, mert az borzasztó, azt nem akarom. És a másik kérdés, hogy mi felé? De nem úgy, hogy mitől el és mi felé. Ha az motivál, hogy valahonnan elmenekülök, kimenekülök a világból, mert az életem tele van megoldatlanságokkal, és azzal nem akarok foglalkozni, nem akarom megoldani, és akkor mindenfélével foglalkozom, csak hogy azzal ne kelljen, ami a dolgom, az a mitől el. A mifelé az az, amiben hiszek, amiben úgy érzem, hogy kiteljesedek, ami vonz, mint a mágnes, és nincs bennem félelem. Hit van bennem, és szeretet van bennem. A megoldások, azok bennünk gyökereznek. Amik kint vannak, amiket kint tapasztalunk, látunk, érzünk, hallunk, azok valójában olyan értelemben vannak velünk kapcsolatban, hogy tanítanak minket valamire. Megtanítanak minket arra például, hogy álljuk a sarat, hogy olyan értelemben váljunk naggyá, nem úgy, hogy elszálljunk önmagunktól, hanem a kiteljesedés értelmében váljunk naggyá.
minden olyan esetben, amely egy kihívás számunkra, lehetőségünk van döntéseket hozni. Felvesszük a kesztyűt, vagy elmenekülünk. Kívánom, hogy menjenek el szerencsét próbálni, és állják meg a próbákat. Tiszta szívből, szeretettel kívánom. Isten áldjon!